Ez itt a Ricskesz. Ez itt a Ricskesz. A Ricskesztet hallgatok. Ricskesz. A műsor az NK támogatásával készült. Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Ricskesz legújabb adásában, ahol a vendégem mondjuk, akkor legyen az eredeti terv szerint a zenekar. Sziasztok! Hello! Sziasztok. sziasztok! De majd itt lesz más érdekeltség is, de nem lövünk el előre minden puskaport. Örülök neki, hogy végre tudtunk önne beszélgetni, mert már számtalanszor átszerveztük ezt az adást, mert, Igen. mert az a helyzet, hogy ugye nincs, nincs titkárom, és az adminisztrációm nem az erősségem, mint észrevetted, de nem baj, lényeg az, hogy most már összetudtuk hozni végre, és ugye annak apropóján akartunk eredetileg beszélgetni, hogy készültek új szinglök, meg talán készültek új lemezre is, jól emlékszem új lemezre majd akkor fogunk készülni, hogyha egy pár dalt még kiadunk a új lemezről, és akkor hogyha összegyűlt egy mit tudom, hat, akkor az, ahhoz még hozzádobunk négyet, és akkor valószínűleg csinálunk egy korongot, igen. Én azzal lepődtem meg most, hogy bennem ez még teljesen úgy élt, hogy, hogy a, mit tudom, a lemez mondjuk tavaly. És akkor láttam, hogy már három éves a lemez. Hát 19. Igen, igen, igen. igen. Én tök meglepett már, hogy úgy elröppent az idő. Érdekes az, az egész covid szitu már, hogy, hogy egyszerre telik gyorsan az idő, meg lassan is. Tehát, hogy ilyen, Igen. ilyen fura, fura, helyzet. És én arra lenni kíváncsi, én most meghallgattam a lemezti adásra, de arra lenni kíváncsi, hogy nektek most így közel három év távlatában mit mond az a lemez? Az a lemez, az tulajdonképpen az első öt évnek a... Ugye, hát nem is tudom, eszenciája, vagy nem is tudom, hogy mondjam igazából. Az a lényeg, hogy ott, ott ezt elég kapkodósan kellett össze varázsolnunk, mert volt egy hónapunk arra, hogy nulláról felvétel, és akkor egy hónap múlva le kellett adni a, kiadónak a, lemezt. Úgyhogy egy kicsit időszak volt, volt, igen, sűrű időszak volt. Viszont pont akkor született olyan dal is, ami, ami akkor készült, mert jaj, hát, kéne még egy dal, akkor most mi legyen? Jaj, akkor írjunk egy-egy gyorsan. Jó, nat my word, Az lett a címadó, és szerintem az egyik <laughs> <Szíves> legjobb a dal. legnagyobb duronás lett, igen, igen. Hát jön. figyelj, most így, így ahogy újra hallgattam, aztán nekem is és az, az marad meg így legjobban a fülben. Uh -huh. Ugye én nem szeretem az ilyen sablon kérdéseket, hogy milyennek tudnátok apostrofálni a zenéteket, de itt nátok azért szeretnék erről kicsit beszélgetni, mert érdekel, hogy ti hogy látjátok, hogy szerintetek mi a, ennek a zenekarnak mik a legfőbb zenei hatásai. És ezek esetleg változtak azóta, hogy azt a lemezt megcsináljátok. Mert azért az a lemez is a jó értelmei a eklektikus szerintem. Uh -huh. köszönöm. Hát elsőbblikre azért mi ugye ezt a fúziós elektrometált szoktuk uh, mondani. A a Not My War lemez előtt azért jóval jóval elektrósabb dalok voltak, és később igazából nagyjából ettől a lemeztől mondható szerintem igazán metálnak a, a metál része. Um, igazából így tulajdonképpen tulajdonképpen ö, ö, koncepció is volt hogy egy, egy picit ez, ez durvább legyen. Kicsit zenei, kicsit gitárcentrikusabb igen. talán. Hogy az, ez, a, az, igen, a, a, jó kifejezés. De hogy, hogy, milyen a, mi a stílus, igen, miért ezt a fusion metal szoktuk mondani, ami, ami, be minden belefér, úgyhogy igazából ez nem egy jó meghatározás. De de ugye nekünk a, a lényeg az, hogy van egy alap, ami általában ugye a metál, tehát az úzda az benne van a legtöbb számba, és utána nyúlunk hozzá ilyen mindenféle agyment elektronikus dolgokhoz. Néha belekóstolunk más stílusokba, kis fánkiba, kis világzenébe, olykor nagyon-nagyon ritkán, de azért előfordul ez is. Ugye azért lepett meg engem annó amikor ez az egész formáció megjelent, mert hogy én ott voltam leragadva még veled kapcsolatban, a tűzmodár. Uh -huh. És ugye az egy, az egy teljesen más uh, zenei világ jó, volt. Van, viszont uh, ennek ellenére, hogy az teljesen más zenei világ volt, mondhatni radikálisan más, nem éreztem azt, hogy a kontinuum kevésbé lenne őszinte. Uh -huh. Na, ez csak jó. Sokan uh, mondták, hogy de hát most minek az a sok prüntyi bele, meg hogy a, a tűzmodár volt az, az igazi, meg figyelj, akkor hallgass el tűzmodárat. Ott van a három album. De ott is csak a Le demo. De, de, oh, 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 nem? Oh, 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 nem. Akkor ak ak most alkítsuk ki, nem? De az, hogy azt hittem, hogy, az, hogy, azt, hogy ez, erre, erre futották ki. Hogy egyébként ilyen ember is van. van, igen, aki azt mondja, hogy hát a demótok volt a legjobb. 99-ben. Igen. <tos> 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 Úgyhogy, de viszont egy csomó olyan pozitív hozzászólás is, illetve vélemény volt erről a erről az új vonalról, ami, ami viszont tök jó, meg pozitív, és, és soka, sokaknak tetszik, tetszett akkor is. Akik nem ismerik ezt a zenét, azok is azt mondják, hogy, hogy állnak, meghallgatják, végignézik, és olyan érdekesnek találják az egészet, nem, nem az a durva metal, kicsit olyan megmaradunk a popularitás határmesdjéjén, általában a refrének ilyen dallamosak, fogósak, tehát nem lehet azt mondani, hogy ez egy ilyen extrém metal lenne, ami, ami ilyen nem is tudom, elmebeteg módon ordítunk, vagy valami. Persze vannak ilyen részek néha, igen, de, de ez nem, nem jellemző annyira. Inkább, a, inkább tényleg ez a ugyan metál, de azért kicsit érdekesebben tálalva, és, és megmaradni a, így lágeresség dallamosság mentén. Amikor néztek a színpadról, minden... akkor a közönség összetét, ahogy szokott kinézni? Én láttam majd titeket élőben, és azért kérdezem, mert hogy ott, ott nekem az volt a furcsa, de nem, ezt, ezt és majd utána mondom, hogy, hogy, én mire gondoltam. Hát korosztály tekintve azért szerintem egészen, egészen jó irányt, tehát hogy a Nálunk azért szerintem maximum egy tízessel többek, illetve nagyjából 15-tel fiatalabbak. Viszont hogyha, hogyha azt a részét nézzük, hogy, hogy úgy milyen a lefedettség, hogy mennyire a idézélesen az őszinte metálosok, illetve mennyire a, a picit ezekre, a, ezekre a modernebb, illetve nem feltétlenül erre a műfajra kíváncsiak, kíváncsiakat nézzük akkor azért ö, ott vannak, vannak, olyanok, főleg ahogy a, mondta az előbb a Soti, hogy próbáljuk egy picit lágyítani ezekkel a, ezekkel a szempeles dolgokkal a, a, zenét, azért ö, ö, olyanok is eljönnek már, akik, akiknek nem ez a fő csapás. Pont ezt láttam én is, ezért kérdeztem, hogy, láttam ugye olyat, aki kifejezetten rátok jött, és nem feltétlenül ez a, az a közeg. Igen. De ugyanakkor Igen. maga meg az is tök egyértelmű volt, hogy, hogy a, a közegben is vannak olyanok, akik simán magájának tudják érezni a zenét. És ugye itt először ugye gondoltam én, tudod, hogy biztos a, a kötődés miatt esetleg, mert hogy ez egy rossz beidegződés, de hogy nem feltétlen nézném azt a közeget nyitottnak. És amikor mondjuk láttam, tudod, hogy simán éneklik a refréneket, hát akkor úgy uh -huh. láttam, hogy valószínűleg ezt már nem lehet azzal magyarázni, hogy valakinek a régi zenekar valakinek tetszett. Hát, Szerintem igen, van átfedés egyébként. Igen, azért. igen, bár egyébként a mai napig elhangzik a koncert közben, hogy tűzmadár! madár! <laughs> egyet ezt tenni. De, de igen, so, hát legtöbben onnan ismertek. És akkor, hogy egy, egy új zenekart indítasz, egy teljesen más vonalat, akkor nyilvánvaló, hogy azért a, a, a követők azok jönnek onnan is. Tehát Ilyen szempontból egyébként a közönségünk nem feltétlenül a, legfiatalabb réteg, mondta Robesz, hogy a koncertre inkább a fiatalabbak járnak, de azért előfordul egy csomó, főleg fesztiválon egyébként vannak olyan arcok, akik, akik régen engem ismertek, nem tudom, a Voice-ból, a Tűzmodárból, ugye, esetleg az Ártosztályból, és és, és eljöttek megnézni, mert hogy azért hallottak már a kontinumról, de még élőben nem látták. És akkor a végén azt mondják, hogy jó, jó, tök jó, csak egy picit talán nekem sok az, az elektrós ilyen prünty is akármi, de egyébként meg fasza. jó. De az érdekes, mert hogy ugye először engem inkább élőbe győzött meg, uh -huh. És mert meghallgattam a lemezt, tök jó volt, de úgy, úgy valahogy nem jött meg az az zinger, hogy én ezt újra meghallgassam, uh -huh. mondjuk többször. És aztán azon gondolkodok, hogy szerintem talán lehet, hogy rokonfesztem, vagy nem tudom, hogy hol láttalak utána titeket, véletlenül. Uh -huh. És mondom bele ha már itt vagyok, belenézek, ez a tipikus hallottam már, de hogy milyen, és hogy uh -huh. tudom, hogy ott ragadtunk a buli végéig, és mondtam, hogy ó, ez tök jó, és utána meg így, és uh -huh. mikor hazamentem, akkor ugye utána elővettem a CD-t is. No. Tehát, uh -huh. hogy ilyen, ilyen, ilyen uh, érdekes volt, utána ott jött le igazán, hogy mi is akar ez lenni. És azért uh, próbáltam az elején ezt egy kicsit így, így, így felvezetni az egészet, hogy ti mit tartotok főzenei hatásnak, vagy ti hogy definiálnátok ezt, mert hogy annyi minden van ebbe a zenébe, meg hogy annyira nem egy dimenziós, hogy amennyire egyszerűnek tűnhet így közönséget építeni, annyira nehéz is, nem? Hát igen, ezt tapasztaljuk, de igen, ez igaz, ez teljes mértékben. Hogy nem, nem mindenkinek a, a jó tehát nem mindenhol a jó pontot találjuk meg ezzel a, ezzel a, ezekkel a hatásokkal, amiket belerakunk a zenébe. Kvázi igen, ez is egy réteg zene, mint ahogy az Electric is például. Az egyébként lehet, hogy elmegyünk egy picit abba az kicsit ordinárébb elektronikus még, irányban, Viszont... Megébe Viszont annak elég jó közönsége van, igen, igen. Amikor voltak itt koncertezni, akkor is azért egy teltházas barbonagrát csináltak. És, és, Magyarországon meg nem nagyon tudok annyira olyan bandát, aki, aki tényleg azt a vonalat képviseli. Hát főleg jó. Igen. Így igazából az az érdekes, hogy mindig szerintem az ilyen külföldi, az nem, is jó szó a trend, mert az, az elektrikó hogy nem mondanám trendnek, de hogy a, amikor valami külföldi de maradjunk a trendnél, mert itt lehet legjobban megfogalmazni, ami külföldi trendinget megpróbál valaki itthon meghonosítani, uh -huh. ugye nyilván a saját ízeivel uh, feldobva, és próbál csinálni valami olyat, amit előtte más nem, akkor ugye az, az általában szerintem egy fokkal talán nehezebben találja meg a közönségét, viszont ugye a pionírság az mindenképpen uh, az övé, és hogyha így belegondolok, maximum hasonlókat tudok mondani előttetek, aki ezzel próbálkozott volna, de szerintem talán így, ebben a formában talán senki. Uh -huh. Mert hogyha így végpörgetem, nekem nem üteszem be a, a Strong Deformed, mint a Magic syrup kívül semmilyen, ahol megjelent az elektronika a metal mellett, de úgy azért az igen, meg... Pont azt akartam mondani. De az azért, igen, de azért az meg az meg nem úgy volt metálos, minti. Uh -huh. hát azért az ott, ott inkább, inkább az alter volt, uh -huh. de, igen. alter rock volt úgy jelen, hogy a termetál volt ugyan, azért látok, hogy vannak ilyen tradicionálisabb elemek is benne. Igen, ez Igen is pont, figyelz. ezért, pont ezért nagyon vékony mesdje szerintem, hogy, hogy eltaláld azt, hogy még, még neki is megfelelsz, még a kőmetálosnak is, meg a meg az elektrokedvelősnek. Nem nagyon lehet mindenkinek. Igen. Ugye? Igen. Bár egyébként <laughs> visszatérve arra, hogy, hogy tök jó a lemez, és hogy egyébként a tök jó élőben szerintem nálunk az egy picit ilyen extra, hogy, hogyha, hogyha ismered egyébként a dalokat, akkor élőben egy picit mást kapsz. A tekintetben kapsz mást, hogy még egy kicsit tökösebb, még egy kicsit még egy kicsit metálabb az egész. Egy picit talán monumentálisabb is a, a hangzás úgy, mint a, a nem úgy, mint a lemezem. Igen, ez sokan Már mondták is elég jó? amit te is, hogy, hogy meghallgatták, megnézték a klippeket, számokat, Ja, jó, jó. Aztán egyszer élőben oda keveredtek, és utána meg azt mondták, hogy ez, rohadtul nem jön le a klippekből, meg a dalokból, hogy, ahogy, amit itt élőben kapnak. Szóval mi inkább koncertzenekar vagyunk lehet. Igen. Bár az új dolog szerintem azért Jobban is szeretünk koncert koncertezni, a stúdiózni. Ez igaz. Én legalábbis ilyen. Hát jó, az má más teljesen, nem a stúdió, meg a, meg a színpad. Tehát azért így a stúdiós pepecselés azt tehát, hogy érdekes, mert, mert hogy láttam a lemez felvételt elejétől a végéig, és, és barom izgatott voltam az elején, hogy fú, vajon milyen lesz, és mondjuk amikor a, a harmadik nap még mindig a dobokkal, meg a basszusra szórakoztak, akkor mondtam, hogy félj, uh -huh. tovább fogunk mozdulni erről a pontról ha egyébként, vagy ez lesz itt, tehát igen, és így, úgy. így, így nem, nem annyira győzött meg a dolog. Ugye, mondott, hogy az új dolgok egy picit másabbak lesznek, akkor most úgy teszem fel inkább a kérdést, hogy szerintetek másabbak-e akár a zenekar hatásai, akár a ti egyéni hatásaitok, mint az első öt évben? Mert ugye azt mondod, hogy annak az első öt évnek az eszenciája a lemez, mint, vagy mint manapság? Öm, az első öt évben 90 sok százalékban én írtam a dalokat, a, a szövegeket, a mindent. Sok mindent én is játszottam föl. És amióta Robesz van, egyébként már 9, 9. 2019, ugye akkor... Hát a volt, My War a lemezzel, lemezzel jöttem, kvázi, igen, a felvételt. És azóta közben. viszont együtt írjuk a dalokat, meg még a, a dobos kollega, az új Árp is, is ott van legtöbbször, és, és úgy agyarunk, úgyhogy ezért is egy kicsit, kicsit másabb ötletek születnek. Úgyhogy, ja, más, más, lesz egy picit, de, de a kontinuum íz az benne lesz ugyanúgy. Tehát az új, új, dal, ami egy éve három dalunk jelent meg, a, a, szép volt, az elmondatlan, meg most ez a másnap című. Minden három azért eléggé differenciál a régi dalokhoz képest szerintem. Igen, és ki is jött a, az elsődleges különbség, amit a következő kérdés lett volna, hogy a három dal amit most elsoroltál, el, az mind a három magyar. Így van. Igen. Akkor innen te a tudatosan so magyar nyelvű az ennek a zenekkel? Hát, rá kellett jönnünk, hogy, hogy nagyon nehéz érvényesülni külföldön, pláne Magyarországon is. Viszont ha Magyarországon akarunk érvényesülni, akkor, akkor sokkal hatékonyabb a magyar nyelv. Úgyhogy gondoltuk, hogy próbáljuk meg. Én mindig azt vallottam, hogy ez a zene, ez, ez, ez valamiért az angol nyelvvel szól jól. Nem tudom miért. De aztán kipróbáltuk a magyar, és akkor kiderült, hogy tök jól működik igazából magyarul is, és az jóval kapósabbak, nézettebbek a magyar dalok. Valamiért Úgyhogy... jobban szeretik, igen. Hát értik a szöveget. <laughs> ez egy fontos dolog. <laughs> de de éppen ez elképesztő, mert én, én a mai napig nem gondolnám azt, hogy ugye ez ennyire számít. Viszont, hogyha megnézed a trendingeket, akkor meg igenis számít, és nagyon-nagyon kevés kivétel van, ahol mondjuk egy zenekar itthon be tud futni angol nyelven uh, egy uh, olyan karriert, ami, ami említés sem éltó. Persze nyilván vannak ilyenek, minden műfajban van kb. egy, uh. de így, így így aztán ennyi, és így az a kifújtés Utána, amikor meg zenekar próbálkozott angolul, és aztán áttért magyarra, akkor ott meg én szoktam látni, hogy ott azért van, van egy kis közönség ugrás általában. Uh -huh. én, én, is azt mondom, hogy egy sokkal nyíltabb közönség van most szerintem kialakulóban az elmúlt pár évben, akik befogadóbbak az angol nyelvvel kapcsolatban is, viszont még mindig azért erősen pozitív, hogyha ha itthon az anyanyelveden zenélsz. Ennyi. Ja. Biztos vagyok benne, hogy... Szerintem egy picit azért ö, ö, jobban is lehet ö, ö, érzelmeket közvetíteni az anyanyelveden. Szerintem jobban meg tudod élni. Lehet, hogy talán ezért is. Még mindezok mellett, hogy egyébként érted vagy nem érted. Igen. Én... Ez, még, ez még egy érdekes megközelítés, de nem gondoltam megből a Érdekes, hogy a Metallica az nekem az überisten volt, mai napig az, a régi lemezek azok, azokat még mindig nagyon szívesen hallgatom, viszont nem is emlékszem arra, hogy én leültem volna, és akkor még miről énekel? -e? <coughs> 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 tudtam a szöveget, mert tudtam, de nem gondoltam bele, hogy, hogy tulajdonképpen ez, ez miről is szól, ez a dal, vagy, vagy az a dal. És és most így utólag egyébként így megnézegetve, hogy érdekes, hogy, hogy mik, mi, mi, milyen... Ö, az ember üvölti a, a koncerten, de nem tudja, hogy mit. Sokszor. És szerintem... hát szerintem itthon is így van a, ezekkel a zenekarokkal, akik magyarok angolul énekelnek, és magyar angol közönségnek, hogy nem mindig ö, tudják, hogy hogy miről szól. Sokkal jobban ezért a magyar nyelv, nyilván. Na, hogy ez, ez érdekes, ez most amit mondasz már. nagyon. Hogy... Hát nem, figyelj, ez egy tök jó pározom szerintem, Tehát, hogy, hogy biztos, hogy csomó mindenki van úgy, ezt én is szoktam uh, látni. Nem akarok direkt példát hozni, mert, mert uh, csak uh, radikálisat tudnék, és ezt meg nem uh -huh. akarok, de hogy én is láttam már embert olyan koncerten csápolni, ahol hogyha értene a szövegeket, akkor valószínűleg nem csápolna, nem hőbölögne inkább. Yeah, Tehát, uh -huh. hogy így, így, Kicsit vakon volt a fiú, de, de ne, ez, ez előfordul, persze. Meg, hát nyilván mindenkinek volt már a rácsodálkozás, hogy ó, hogy ez erről szól. Igen. Hát igen, egyébként ezt mindig a, a, az Agripeti Peti út eszembe egy, egyik ilyen A38-as koncertjüknek a felvételén van vele interjú, és akkor ott hoz valami példát, hogy miért jobb a Rákendról angolul, és akkor mondja, hogy meg gondolj bele, hogy megíred azt, hogy itt sétálom sétálom a forró bádok, tetején és csak ugyanezt mondja angol, és angolul barom jó hangzik magyarul, meg így, jaj, jaj, ez mi akar lenni, és hogy, hogy ez így valahol, valahol azért, tehát hogy ha jó valaki tud angol, akkor lehet egy könnyebb úgy szöveget írni, viszont a közönséget talán sokkal nehezebb akkor ezek szerint, vagy szerintetek is. Mm, igen, 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 szerintünk is. mint hogy ö... Nem tudom, szerintem angolul se könnyű szöveget írni egyébként. Tehát jó, jó angol szöveget azért, azért nehéz írni. És a magyarul meg ö, még nem tudom, teljesen más a két nyelv. Tehát, hogy ö, amikor magyarul írok szöveget, teljesen más, hogy gondolkodom más, hogy jár az agyam, más, másokat akarok mondani. Mint, mint hát teljesen más a ritmizálása is a két nyelv. Meg, hát ez meg pláne. a, Főleg, hogy ehhez a zenéhez azért nem is biztos, hogy bármilyen típusú szöveget lehet írni, nem? Öm, hát igen, macska sétálásztetőn az például nem biztos, hogy én De, de meglepődtünk, hogy most a másnap című dalnál, ugye, hogy ilyen idiótaságokat beleírtunk a szövegbe. És, 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 és szeretik. És, és, és szeretik. És igen, elég sok mindenről szóltak már dalok. Igen. Igen, igen. Hát csak majd ugye, hát sokszor ugye, azért a stílus behatárolja azt, hogy miről lehet énekelni, ugye itt mindig a Slayer a legjobb példa, hogy hát most abban a zenében, miről én nem énekelnek arra, hogy szerelmes vagyok belőle, a virágos rétegben. <coughs> hát ez. <coughs> é, mennyire hátráltatja az új dalok elkészülését, illetve a a haladást a második lemezzel az, hogy ti időközben tagja lettetek egy másik formációnak és ugye mind a ketten részesei voltak az Omaga Testamentum zenekarnak. Így van. Hú, ez nagyon szerintem, szerintem egyáltalán nem, nem, nem hátráltatja. Sőt... Egyelőre biztos nem. Igen. Ö, a, a Testamentum most az a, az a szitu, hogy ugye lement ez az Őri Szentpéteres két buli, meg a 60 e eseményen, és azóta e tervezgetünk, e még egyelőre nem tettünk össze egy új setlistet, még egyelőre, tehát egyelőre most itt tényleg a tervezési fázis van. E ez az egyik, a másik meg, hogy billentyűs keresésben is van a zenekar egyébként. E és hát um, egyelőre most pont ezért a kontinuummal nincsenek bocsi, nincsenek differenciák vagy ütközések. Nyilván, hogyha beindul valamennyire, akkor, akkor, lesz, de úgy gondolom, hogy ez nem egy olyan zenekar, hogy na, most jött a telefon, hogy pénteken koncert, és hogy ez itt jóval előre tudni, tudni fogjuk, és akkor tudjuk úgy szervezni a dolgokat, hogy, hogy az jó legyen mind a két fronton. Jut eszembe, hoztam neked valamit. Ó. Azért közben így kiadalom a következő kérdést, hogy még így. Ó, biztos, hogy nincsen. De egyébként ilyen szép betakozott cd sincsen. Ú, köszönöm. Na, azt így meg is mutatjuk a kamerába, hogy nagyon szép kontinuumos pohár. Ó, hát ezt tudom, akkor ebből iszok. Bögre, begre. A, Mit szóltatok a felkéréshez, magához? Itt, itt az omaga testamentumnál? Hát, Robes, kezdjed. Hát részemről túl sokat nem kellett gondolkodni rajta. Üm, igazándiból nagyon nagyon derültékből jött. Igazából Soti felhívott egyszer közben, hogy, hogy na, akkor az van, hogy egy kicsit szedd össze magad, mert megyünk az omegásokhoz egy meghallgatásra. És, és igazából onnantól kezdve ugye nem volt más kérdés, csak az, hogy mik a dalok, amiket meg kell tanulni. Hát az ezt követő, tehát az első próba utáni néhány próba az volt egy kicsit feszkósabb, már hogy számomra. Mert, mert mindig csak még öt dal, még egy próba, még öt dal, még egy még egy próba és igen, nem, nem tudtuk, hogy Sokáig akkor nem most mondták, mi hogy jó, ti lesztek. Igen, Tehát ez, ez egy jó pár próba után jött csak ez a, ez a mondat. Vagy hát lehet, hogy mi kérdeztük, hogy jó, akkor most mi vagyunk? Azok akik. <gül> <gül> jaj, jaj, hát igen, valószínűleg igen. igen ez, ez, ez így így történt. Mit jelentettek számotokra ezek a legendás dalok azelőtt, hogy ebbe a formációba beszálltatok? És mit jelentenek esetleg most? Üh, 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 üh. Teljesen őszintén megmondom, hogy nálunk a családba, a haveri körbe annyira nem volt az omega jelen. Üh, ez, ez olyan dolog, hogy valaki mellett egy zenekar elmegy, vagy nem megy el. Üh, én nekem inkább a bátyáim révén, amikor gyerek voltam, ugye edda, pokolgép, valahogy az Omegát ők, ők soha. Nyilván ismertem jó pár számot, Omegadalt, olyat is, ami nem feltétlenül ismert, de hát a mainstreambe kerül dalokat, azokat nyilván, és, és hát ezért is volt nekem számomra meglepő, hogy a, talán a Maróti Zoli írt rám először, hogy, hogy a trunkos András kéri a telefonszámodat. És akkor már kattant a dolog, hogy emlékeztem arra a nagy portkavart cikre, hogy nem tudják még ki lesz az énekes, meg mit, és akkor áhá, jó, akkor lehet, hogy ez lesz belőle. És, és akkor fölhívott az András, egyébként meg több oldalról így kaptam telefonokat. <gül> Ugye? <gül> Igen. <gül> és, és akkor találkoztunk, elmentem hozzá egy ilyen dumálgatásra, akkor ott, ott nem történt tényleg semmi, csak úgy beszélgettünk. Nyilván ő térképezgetett, hogy milyen az ember. Én meg csak próbáltam magamat adni ott a nagy feszkóba, hogy mit, mit keresek én itt a Trunkos Andrással egy szobába, és beszélgetek olyan dolgokról, hogy így, ilyen színpad, olyan színpad, mit tudom én. Úgyhogy nekem nagyon meglepő volt egyébként, de mint kiderült a ciki, a Debreceni Feri, ugye a dobos, az, aki, aki megtalált így interneten keresgélt, és megtalálta talán a kontinumot, vagy lehet, hogy talán a volt egy Babylon, Babylon cover, cover okay. mert, amit úgy felénekeltem, amikor ugye a Meki meghalt. Memento ugyanent, És és nem tudom pontosan, hogy melyiket, de, de hogy az ott megtalált, és neki nagyon megtetszett a hangom. Aztán így, így alakult a dolog ki. Úgyhogy nekem ilyen durva, durva élmény ez, még mai napig úgy Az első pár próbán így nem is nagyon tértem magamhoz, hogy hol vagyok, mi van itt. <laughs> szóval és a kérdésére visszatérve, hogy ezáltal ismertem meg mélyebben nyilván a, a dalokat, az omega dalokat, és, és rá kellett jönnöm, hogy nagyon nagy dolgot szalasztottam el azzal, hogy eddig nem, nem annyira volt az életem része, mert nagyon-nagyon jó dalok vannak, nagyon-nagyon jó szövegekkel, főleg a szövegvilág, ami engem egyébként megfog. Valahogy nekem is ilyen Ilyen módon jár az agyam, amikor szöveget írok, még a tűzmadárban. Például van egy-két ilyen hasonló hangulatú dal, igazából azt tudom mondani, úgyhogy nekem így tökre a részem mély azóta. Nem nagyon tudok hozzátenni <laughs> mást. Ön számomra is egyébként nagyon hasonló volt tulajdonképpen az, hogy, hogy a, az, az én szüleim talán talán ö, ö, hát sati, sati egy egyidősek, és ö, 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 irányukból sem nagyon ö, ö, jött nálunk sem, illetve mi családunkban sem, illetve haveritársaságban sem volt ilyen ö, ö, hatalmas ö, omega fanatizmus. Hasonlóképpen azért, azért nagyon sok dallal ö, ö, tisztában voltam, ismertem. De hogy, de hogy, nekem azért nagyon át kellett néznem a, a diszkográfiát, hogy, hogy fel tudja készülni azokból egyébként, amiket, amiket később játszatunk. Illetve hát amennyire fel tudtunk készülni erre a koncertre, lelkiekben annyira felkészültünk, de ott nyilván teljesen más, más érzés volt velük a színpadon állni, annyi ember előtt a színpadon állni, ott a színpadon állni. Öh, Úgyhogy igazából, igazából nagyon, nagyon, jó, nagyon jó élmény volt egyébként ez a két, két bulin. Hogy, hogy, fogadtak titeket a rajongók a bulin? Ugye azért itt, itt ahogy te is mondtad, ez egy elég nagy port dolog volt az András részről, hogy ő mm. szerette volna ezt a zenekart, meg szerette ezt a zenekart megcsinálni. Holott Ugyanakkor, ott volt, inkább szerintem ott egy kis félreértés volt az emberek részéről, hogy ott mindenki azt hitte, hogy ez az Omega konkrét. Hogy az omegát akarják folytatni, igen. Még erről szó sincs, tehát az Omega nem fog soha többet színpadra állni, sajnos. A Testamentum zenekar az egy ö, olyan zenekar, még mindig nem tudom jól megfogalmazni, mert ö, nyilván Tributnek nem lehet nevezni, mert hát menem az. Ö, emlék zenekarnak. Szerintem ahhoz áll valamennyire a legközelebb, akik a leghitelesebben adják elő az omega dalokat, mivel hogy ugye két omega tag is van a zenekarban. Nem tudom, segíts. É, én, inkább, én inkább úgy fogalmaznék, hogy, a, hogy az elmúlt 60 év hagyatékát egy picit más formában továbbvívő, Zenekar tulajdonképpen. Talán nem. ez lehet a. a nem a jobb Egyáltalán kifejezés. nem szeretnék hasonlítani, semmilyen módon, semmilyen módon nem szeretném utánozni a Mekit, sőt ezt külön kérték is tőlem, hogy ez semmiképpen, mert abból csak egy bohózkodás lenne, egy ilyen kifigurázásnak tűnő valami. Úgyhogy ezt. És ezt, ezt nagyon örültem annak, hogy ők ezt kérik külön mert hogy nem is tudnék olyan lenni egyáltalán egy picit sem. Voltam én tribüt zenekarban, a Scorpions és ott a Klaus kellett hozni, és hát be kellett vallanom őszintén, hogy nem, nem ment, mert nem akartam. <laughs> de, de itt, itt, most az van, hogy, hogy, hogy csináljuk úgy, ahogy mi tudjuk, ahogy mi ö, látjuk, ahogy mi értelmezzük, szerkezetileg nyilván nem menjünk el, a dallam az, az azért legyen az, egy-két frazír simán belefér nyilván, <coughs> vagy dallamvezetésbe egy picit más, de, de itt az a lényeg, hogy az a közönség, aki szereti az omegát, és aki szerette az omegát élőben, azok tudjanak jönni ugyanúgy koncertre, és koncert, koncert keretein belül, ott a, a közönség soraiba ugyanúgy tudják kiabálni a, a, a dalokat, és hogy tudják élvezni azt a, azt a, a zenét, amit az Omega csinált, meg hiszem majdnem 60 évig. És ö, ö, akartam a kérdésedre válaszolni, ami mi is volt. Ö, hogy hogyan fogadták? Hogy aki, aki ott volt, Őri Szentpéteren, ö, szerintem kivétel nélkül nagyon szerették meg tudták, Igen. meg tudták élni. Akik nem voltak ott, esetleg felvételről hallották, vagy még úgy sem mert ilyen is van. Hát vannak nagyon elvakult rajongók nyilván. ők, 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 hát hogy, hogy fogalmazzak, volt egy-két volt egy-két olyan hozzászólás az ős, egy-két ős rajongótól, ami, ami azt nem mondanám. Nem, hogy nem építő testéget. kritika. Nem, így, így, így talán ez a legjobb. <gül> <gül> igen, egyáltalán nem. igen Ja, de aztán azóta én szerintem ők is kezdik talán elfogadni ezt a dolgot, vagy hát ö, tudni azt, hogy ez ez nem az Omega-nak a folytatása, hanem csak az emlékének az ápolása, a, a hagyaték megőrzése, illetve továbbvivése. Igen, illetve ugye meg is ezt szerette volna, hogy van, hogy, 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 amikor, amikor már ők nem lesznek, akkor is, akkor is, hangzanak ezek a, hangozzanak ezek a dalok, akár élőben, sőt, hát inkább ugye élőben, mint hát felvételről is nyilván, de hogy ez a, azért ez csak jobb. Mm -hmm. Ki tudja bulizni. Pont most, úgy hogy mondtad, őt. hogy Jönnek ki a lemezek sorba. Igen, igen, igen. Újra... Meg, éppen jelzik egy, vagy éppen jelentkezik a Grundekorce egy újra kiadás sorozattal, ahol Remasztelve vannak, ugye, a, a lemezek, és ott is uh, bónuszdalok, meg koncertfelvételek, meg minden egyéb mellett. Azért uh, ott is van néha olyan kritika, aki, aki szerint, tehát, hogy miért ez a borító van, és mert talán <coughs> nem <tos> tudom, a nevednél volt az, hogy a, az eredeti verzió az ilyen barnás <coughs> borító volt, és ugye csak az újra nyomás volt, ilyen rózsaszín. Miért azzal a barnás borító? Hát, mert ez az eredeti. azért. <tos> <tos> Egyébként <tos> ennek, a, ennek az elmúlt két napnak is lesz, lesz egy videója. Egy, egy, rendes hangzóanyaggal megvágott, nem kijavított verziója. Igen. <laughs> ez fontos volt hozzá. Ez fontos. <laughs> De miért? Ez kíváncsi hogy miért ki ennyi. Ez, ez teljesen normál dolog egy koncertfelvétel esetében azért, egy utólag van rajta javítva. Hát szerintem pont ennek az első bulinak kell olyan lenni, olyannak lennie. A másik meg, hogy, 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 hogy sokszor, sokkal őszintébb. Ők se javítgattak. Szerintem olyan sokat. Mármint, hogy nem. Mert hogy a, a, a kon, az, szólt is a, az Omega koncert felvételekben, amik, amik meg vannak szépen vágva, és, és jó hang, ott is ugyanúgy benne vannak azok a kicsit elhibázagatások, tehát nem tudom, most mondhatnék bármit, bárki egy kicsit félre nyúl, vagy, vagy máshogy üti, vagy, vagy a meki esetleg egy picit mellé megy, a, mindenkivel előfordul nyilván ez az élő varázsa. E, és, és, hogy ők se nagyon javítgattak egyébként. És nem ez volt az alapelv, az alapelv az az volt egyébként csak, hogy megcsináljuk ezt a, ezt a sávonként felvett szombati anyagot úgy szólóan, hogy az élvezni lehessen bármilyen hangrendszeren. És igazából még akkor ja, arra vagyok kíváncsi, hogy, hogy nem tudtátok pontosan belőni, hogy akkor ez most tribűt, emlékeznek a többi, akkor ez azt is jelenti, hogy mondjuk új szerzeményekben nem gondolkodtok? Vagy nem gondolkodik a formáció? Nem. Persze, hogy Nem, 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 nem. nem. Ö újra hangszerelésen? Újra Igen, hangszerelés, új dalon nem. Ö, fel is tervezünk venni dalokat. Ö, vagy csak énekelni? Ezt most így nem tudom. De nem Fel is, nem volt, fel is, játszani, fel is új, játszani új hangszerelésben. Ö, hát tulajdonképpen olyan, olyan hangulatban, olyan, olyan megszólalásban, ahogy a Testamentum zenekar fog élőben, élőben megszólalni. Van olyan terv, hogy angolul is rögzíteni a dolgokat. Sőt, németül. Igen. Ami nem éleszek. Akárhogy vagyok srott, de nem éleszek. Ja, de vannak ilyen tervek, hogy külföld meg Németország felé, mert ott az azért volt a piaca az omegának is. Hogyne, hát még az utolsó években is voltak német turnék például. Igen. Sokat értek ki. A mostani repertoárból melyik az a dal, ami a legközelebb áll hozzátok? és miért nyilván kíváncsi vagyok. Nagyon nehéz választani. Egyet nem is biztos, hogy tudnék mondani. Akkor mondja hármat, mondjuk. Hármat. A legutolsó lemezről, amennyiben az angyalt én nagyon szeretem, azért az egy picit, picit modernebb, metálosabb dal. Ja. Borzasztóan szeretem az éjféli koncertet. És, ö, és hát az élet folyt tigrákenról. Azt hittem, kimondod a harmadikat, mert kettő átfedés most van. A mennyben az angyal, és a, az éjféli koncert nekem is ez a kettő, ami így ö, a, a, az oda-vágósabb oda dalok. A, az éjféli koncert az annyira ö, egyedi ö, mind dal felépítésben, mind mindenben dallamvezetésben, hogy így nem... Az elején első két hallgatást, hogy fú furcsa ez a szám, de nagyon jó. Aztán utána annyira megszerettem, hogy elképesztő a, a Mennyben az angyal, meg ugye azért, mert a mert a gyökereimet idézi, a metálos gyökereket. <laughs> ez is jó. De, de tényleg ez, ez, abszolút szimfonik metál az a dal tökre. Nem is, nem tudom, az omega meg világába ból is egy kicsit szerintem ki, ki lóg. Illetve nekem a harmadik, ami lírai, az, az a napot hoztam csillagot. Az meg szövegileg olyan, hogy egy atya ég, és annyira jó énekelni, és annyira szép az a dal, hogy így tudom, hogy játszani nem egy trúváj, meg nem. De, de, csak, de nem is, tehát nem minden dalban kell a megfejtést keresni, persze, már a, a gitározás részét gondolom. Egyébként pont ez a dal volt az, ami, ami koncerten. Hát mi, mi, nem számítottunk azért, vagyis én nem számítottam olyanra, hogy, hogy valami még, még, meg tud majd lepni szombaton, és, és hát amikor elindult a, elindult a a dal közben, akkor ez a, ez a majdnem, majdnem elfejtettem gitár, az egy Asztarohat. Ez hogy nézhet ki lentről? Úristen, de jó. Már is, nekem jön ez volt, de így, fúf, tényleg ez a... Én soha nem voltam még olyan koncerten, ahol nálunk, alattunk lett volna lézer. És hát ez az Omegának volt egy nagy sajátja egyébként. Ők hozták be először, ők csinálták Igen. először és ide és nekem nem is mond, hát mond, láttam, hogy ott van fönt ilyen kis kütyű, meg tudom, most az kamera, vagy lézer, vagy nem tudom mi, és amikor elindult a, 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 a pont a napot hoztam, igen, csillagot, igen. egyébként, e, akkor az így az első sor után jött le egy ilyen mit tudom, tíz e, ilyen fénysugár így a fejem fölött, és így úh, uh, majdnem, majdnem a szöveget mindent elfelejtettem majdnem, nagyon-nagyon durva volt. Nagyon jól néz ki. Az tök jó végszó. köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Én Már is hoztam neked valamit. Még valami. Hoppá, hoppá, hoppá. De ide, ide ez ez olyan dolog. Én nem tudom, mennyire vagy, nem tudom, mennyire vagy boros. Egyébként... Uh, De igen. ez ennek, ennek van egy sztoria. Eszter Bauer pincészetnek a... Na hát ezt, ezt megint csak meg kell mutatni. Neki Rozé a vezető. A Rozét egyébként nagyon szeretem. Na. Egyébként ennek filmes. az a főleg a poénja, hogy azért, amiből készült, ezt még a Meki szedte, illetve nem, a Meki nem, is. Ne, ne szaladj előre, ez az. Most voltunk a pálinkás pincészetnek egy szüretén, Hoppá. most szombaton, és minden évben ők lementek. Már nagyon régi hagyomány volt ez nekik, hogy lemennek, és most, most, hát most minket vittek ugye a cikiék, és... És mondták, hogy ez az a bor, ami abból a szőlőből készült, amit konkrétan a Meki és a Ciki szedett a soron. Uh, <coughs> még a is kirázott. Úgyhogy, ja. <coughs> Én is azon gondolkodom, mert kaptunk még nem tudom, fejenként egy Hát, Egy-egy doboznyi ilyen cuccot, de, de gondolkodom rajta, hogy nem bontom meg soha. <gül> <gül> Igen, hát ugye én meg 30 éve hallgatok omegát, hogy uh -huh. édesapám révén, úgyhogy lehet, hogy ez megy egy gyűjteménybe. Uh -huh. Hát akkor most mondom, hogy ez nagyon jó végszó, és köszönöm <laughs> szépen, hogy eljöttetek. Uh, Azért nem mondom, hogy ha elkészül a kettes kontinuum ez akkor nem ülünk le még egy körre, és beszélgetünk Király. róla. Szívesen. Úgyhogy sok szerencsét hozzá, és remélem, hogy az elemez az hamar el fog készülni, illetve nagyon jó koncerteket kívánok a Testamentum zenekarra, és hát majd találkozunk a koncerteken. Köszönjük. Királysem. Köszönjük szépen. Nektek pedig mondom, hogy ha szeretnétek a kontinuumot követni, akkor a leírásban megtalálható a minden platform, ahol eléritek őket. Ha pedig szeretnétek támogatni az adást, hogy több jobb tartalmakat tudjunk csinálni, akkor azt is megtaláljátok a leírásban, hogy miként tehetitek meg. Hallgassatok minket a jövő héten is. Sziasztok! Hello! Sziasztok!